A Kisteleki Család és Gyermekjóléti Központ nyáron várható táborairól kérdeztük Rácz Zoltánné Bukor Anitát. A Kisteleki Család és Gyermekjóléti Központ több tábort is szervez a nyár folyamán, erről kérdezem Rácz Zoltánné Bukor Anitát. Köszöntelek, mely tábor miről is fog szólni, és mikor is lesznek pontosan? Nagyon izgatott volt már a központ valamennyi dolgozója, hogy mikor kapjuk meg a rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy akkor lehet a nyári táborokat szervezni, és szerencsére a kiadott eljárás rendek értelmében van erre lehetőségünk. Úgyhogy el is kezdték a kollégák a táboroknak a szervezését. Mindenképpen abban gondolkodtunk, hogy napközis táborokat szeretnénk, viszont most nem tudunk biztosítani egész naposakat mind az eddigiek alapján, hanem délelőtt fogunk több héten keresztül, pontosan 4 héten keresztül tartani napközis táborokat, úgyhogy az olyan 7:30-as kezdéssel egészen délig, és ebbe egy 10 órát fogunk majd tudni biztosítani a résztvevő gyerekeknek. 2 olyan tematikus tábor lesz, ami majd váltani fogja egymást. Lenne egy közlekedj okosan tábor. Ilyet még nem csináltunk, úgyhogy szeretnénk egy kicsit a közlekedés fontosságára felhívni a gyerekek figyelmét, természetesen játékosan, és lesz majd egy zöldek biciklis tábora, ahol már a közlekedési dolgokat élesbe is ki tudjuk próbálni, ahol nagyon sok helyre biciklivel fognak majd közlekedni a táborban résztvevők. És az egészségfejlesztési irodával közösen már évek óta szoktunk tartani egészségi sporttábort, és ennek idén is úgy néz ki, hogy lesz rá lehetőség és lesz rá forrás. Az EFIS tábor az egésznapos lesz, tehát ott 8-tól 4-ig, 3:30-ig szoktak ott lenni nálunk a gyerekek, és ennek a helyszíne a civilház szokott lenni, ez idén is így lesz. Annyit tudunk már, hogy ott június utolsó hetébe indulna az első tábor. Elsősorban olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akiknek van rendszeres gyermekvédelmi kedvezménye, tehát maga a család vagy a szülők nem engedhetnék meg, hogy olyan táborokba vegyen részt a gyermekük, ahol fizetni kellene a táborért, úgyhogy mi tényleg ezeket a táborokat ingyen fogjuk tudni biztosítani, de nyilván azoknak fogunk elsőbséget adni, akiknek valami anyagi problémák miatt, valamilyen hátrány miatt nem tudnának más táborban részt venni. Hogyan is lehet jelentkezni erre a táborokra? Hol van erre lehetőség? Jelentkezni a Család és Gyermekjóléti Központ telefonszámán lehet, ami a következő telefonszám 0620 572 44 62. Itt Bardáni Juhász Sára központvezetőt lehet keresni, aki a jelentkezéssel kapcsolatosan bővebb információt is tud adni. Természetesen lesznek jelentkezési lapok, amiket a szülőknek ki kell tölteni, illetve azokat a járványügyi intézkedéseknek megfelelő nyilatkozatokat, meg minden egyéb dokumentációt, azok, akik biztosan részt tudnak venni majd a táborokban, azoknak majd ki kell tölteni. Minden évben szoktunk a tábort megelőzően egy szülői értekezletet tartani azért, hogy tényleg minden szülő meg gyerek pontosan tudja a programokat, a lehetőségeket, meg hogy milyen feltételek mentén tudjuk ezeket biztosítani. Milyen programok lesznek ezeken a táborokon is, kik is segítkeznek ebben? Nagy szerencsénkre sokan mellénk álltak, és a központ mellé, hogy ezek a táborok minél színesebbek és változatosabbak legyenek. Közülük kiemelném Kurucsai Szabolcsot, akivel már sikerült egyeztetnünk, és mind a közlekedj okosan táborba szeretne részt venni, de a sportos egészségtáborban is, hiszen ő szakács is, szeretné megmutatni a saját tudását a gyerekeknek. Nyilván ezzel egy kicsit érzékenyebbé is tenni a résztvevő gyerekeket a másság elfogadására, illetve tényleg akár megismerni, hogyan lehet főzni úgy is, hogyha valaki nem lát. Természetesen a közlekedj okosan tábor a rendőrség együttműködése nélkül nem tudna megvalósulni, úgyhogy velük is egyeztetések folynak. Szeretnénk a biciklis tábor kapcsán minél több helyszínre ellátogatni, ahol akár játszótéren, akár mi viszünk oda ki programot egy adott helyszínre, legyen ez Balástja, vagy éppen Ópusztaszeri erdőben kirándulás, tehát minden több helyre.
illetve akik nagyon segítőkészen álltak a táboraink mellé, az az egyház közösség volt. Kovács Zoltán atyával már többször egyeztettek mind a szolgálat, mind a központ vezetője, akik ígértek nekünk egy templomlátogatást, és talán felmehetnek majd a gyerekek a templom toronyba, hogy ott szétnézhessenek, és olyan kilátásban legyen részük, aminek még nem sok minden kiláthatta, illetve szeretnénk majd egy közös bográcsozással lezárni a táborokat. Tehát akik részt vesznek és segítkeznek, azok mindenki lehetőséget kap, hogy egy kicsit megismertesse a saját világát, a saját területét, ahol dolgozik, ahol a mindennapi életét éli. Gyereknapot tartottak Kisteleken. Erről kérdeztük Susánszky Benyamin rendezvényszervezőt. Május utolsó vasárnapján gyereknapot tartottak itt Kisteleken. Erről kérdezem Susánszky Benyamin rendezvényszervezőt. Köszöntelek, mit tudhatunk erről a gyereknapról, milyen programokkal vártátok az ide látogatókat? Igen, május 30-án városunkban megrendeztük a gyermeknapot. Rengetegen jöttek ki, számos színes programmal vártuk az ide érkező családokat, gyerekeket. Több ugrálóvár föl volt állítva, trambulin, kézműveskedésre volt lehetőség. Veterán autósok bemutatták, hogy milyen autójuk, milyen motorjaik vannak, vattacukor, popcorn, minden, ami a gyermeknek, szemszájnak ingere, az megtalálható volt itt. Itt megemlíteném, hogy még a programok között szerepelt tűzoltósági bemutató, rendőrségi bemutató, illetve városnéző lovaskocsikázás, játékos családi vetélkedő is volt, illetve állomásos játékok voltak még. Ha visszagondolok a rendezvényre, akkor egy nagyon nagy sikert tudhatunk magunk mögött a kollégáinkkal. Nagyon nagy szervezés volt mögötte, hiszen ugye a koronavírus járvány miatt ugye nem tudtuk, hogy majd meg lehet-e szervezni, lehet-e, és hogy azt milyen kereteken belül lehet. De mindent sikerült a lehető legjobban és a lehető legtöbbet kihozni ebből a rendezvényből. A délelőtt folyamán volt igazából a legnagyobb, a rendezvény csúcsa tulajdonképpen, az délelőtt volt. Délután egy picit a rossz idő ugyan elrontotta a hangulatot, ugye el is mentek haza, ugye a gyerekek pihentek, lefektették őket. A délelőttöt ki kellett aludni, ki kellett pihenni. Délután ugye az eső, ahogy elrontotta egy picit a napot, a szülők hazamentek és törölközőket hoztak vissza annak érdekében, hogy az ugrálóvárakat, játékokat le tudjuk törölni minél gyorsabban, és a gyerekek újra birtokba vehessék. Ugyan volt még egy gyermek előadás a 7 mérföldes csoport szervezésében. Ez már bent a rendezvényházban került megszervezésre, hiszen kint már nem volt rá lehetőségünk. A Kárpátia Kincsesházban a jövőben milyen programokkal is várjátok a látogatókat? Így van. A kollégáimmal jelenleg most szervezünk élmény délelőttöket gyerekeknek, iskolásoknak 3 turnusban, 3 héten keresztül. Az első az június 21-25-e között lesz, a második június 28-július 2-a, a harmadik turnus pedig július 5-e és július 9-e között lesz. Itt délelőttökről beszélünk, tehát 8 órától 12 óráig lesznek nálunk a gyerekek. Különböző színes programokkal várjuk ide, viszont akik jelentkezni szeretnének, azok még gyorsan tegyék meg, mert limitált a létszám. Szombathelyi Árpád, önkormányzati képviselő, a Köznevelési és Közművelődési Bizottság elnöke pedagógus napi köszöntését tekinthetik meg a következőkben. Június 6-a, pedagógus nap, ennek alkalmából a vendégünk Szombathelyi Árpád, önkormányzati képviselő, a Köznevelési és Közművelődési Bizottság elnöke. Köszöntöm Önt! Mit tudhatunk erről a napról? Kicsit beszéljünk erről. Hát nagyon régi történet, és a régmúltba tekinthetünk vissza akkor, amikor a pedagógus napot értékeljük, a pedagógus napról szólunk. 1951-ben egy minisztertanácsi határozat döntött el és rögzítette, hogy a pedagógusok ünnepe legyen mindig június első vasárnapján. Ez azért rendkívül fontos, mert valahogy egy oktatási irányt szabtak annak idején a születendő gyermekeknek. Nem nagyon lehetett eltérni, nem volt lehetőség arra, hogy az oktatás monotóniáját valami módon enyhítsék.
és ezért egy nagyon picit hajaz ez az egyházi ünnepek pótlására, arra a gondolatra, hogyha nem egyházi ünnep, akkor legyen ez politikai vagy társadalmi ünnep. Hál' Istennek a pedagógusok akaratából és a pedagógusok hozzáállásából ez tényleg egy rendkívül fontos ünneppé vált. 30-40 éven keresztül a pedagógus napot várták a tanárok, várták a diákok. A tanárok azért, mert tudták, akkor már tanév végén fellélegezhetnek, és okos gyermek, agyak és gyermekfők jönnek ki az iskolából. A diákok azért, mert jött a nyári szünet. Sajnos ez az ünnep már a politikai irányt is vett és megszürkült egy kicsikét. De a legfontosabbat el kell mondani, és ez talán a legszomorúbb eset is, hogy a tavalyi és az idei pedagógus nap megtartását befolyásolta, illetve az idén meg lehetetlenné tette a világjárvány. Itt mindenképpen el kell mondanom, hogy nagy tisztelettel és nagy sajnálattal és részvéttel vagyunk azok pedagógusaink iránt országos szinten, akik áldozatai lettek ennek a járványnak. Hát ilyen ebben az országban még soha nem történt. Azt kell mondanom, hogy majdnem háborús állapotokat, kijárási tilalmat éltünk meg, iskolában nem járattak a gyerekeink. De ez a néhány mondat talán elég is, nem akarom elrontani az ünnep örömét. Az a szándéka az önkormányzatnak, hogy az idén a tanév végén elmaradt pedagógus napot pótolni fogja a következő tanév kezdetén, ahol minden tekintetben igyekszünk megfelelni, egyrészt reprezentatívvá tenni az ünnepet, másrészt rendkívül fontossá és lényegessé, hogy mindenkiről megemlékezhessünk. Valamikor régen a pedagógusok, a tanárok voltak, legalábbis a köztudatban. A mai viszonylatban már a bölcsődei neveléssel, az óvodai neveléssel, az általános iskolai neveléssel, közép- és felsőoktatási neveléssel, a könyvtárral, a közművelődéssel is pedagógusok törődnek valamilyen módon, valamilyen érintkezési viszonyban. És ez így van jól. Vissza kellene adni azt a szépségét, azt a meghittségét, ami régen volt a pedagógus napnak, a gyerekek köszönő virágcsokrait, azt a fajta szabadságot, ami igazából a pedagógusokat és a gyerekeket együtt illeti. Remélhetőleg, miután most már a járvány végén járunk, és nem kell maszkot hordanunk, ez szabadságot is jelképez, hogy maszk viselése nélkül megy be a tanár az iskolába, és fogadja a köszönő virágcsokrokat. És ebből az alkalomból a polgármester úr felkérésére és a magam nevében is nagy szeretettel köszöntöm a pedagógiával foglalkozó előbb felsorolt összes tanárt, gondozónőt, nevelőnőt, technikai alkalmazottat, azokat a szervezőket, akik nélkül nem menne se az oktatás, se a köznevelés, se pedig a közművelődés, és remélhetőleg szeptemberben egy ünnepélyes alkalommal velük találkozva ugyanezeket elmondhatom. Közgazdasági diákolimpián vett részt Szabó Dániel. Őt kérdeztük a versenyről és a jövőbeli terveiről. Szabó Dániel közgazdasági diákolimpia döntőjében 6. helyezést ért el. Erről kérdezzük őt. Köszöntelek. Mit tudhatunk erről a diákolimpiáról? Kicsit mesélj erről nekünk részletesebben. Ez igazából egy többfordulós verseny volt az ország összes szakgimnáziumából, közgazdasági szakgimnáziumából. 3 forduló volt, 2 írásos és 1 szóbeli, mindegyik online volt megrendezve. Igazából a verseny főként makro- és mikroökonomiából volt állt, és szóval a vállalati és nemzetgazdasági területekre kérdeztek rá főként, ilyen az infláció, meg a munkanélküliség kérdése, stb. Hányan vettetek részt ezen a versenyen, és ahova te jársz, onnan mennyien vettek részt? Az egész országból ilyen 300-350 fő indult, a mi iskolánkból csak 6-an. Onnan 2-en jutottunk a szóbeli döntőbe, és ott lettem én a 6. helyzet. Milyen tapasztalataid voltak esetleg ezen a versenyen? Milyen élményeket szereztél? Hát, nagyon fontos volt az improvizáció,
mert olyan kérdésekre kérdeztek rá, amire nem tudtunk előre fölkészülni. 21 tételből lehetett húzni, amik nem voltak előre meghatározva, csak a gazdaságból bárhonnan. És ebből állt igazából a verseny. Én az Európai Unió rendszerét húztam. Arról kellett bővebben beszélni, milyen intézményei vannak, azok hogy épülnek fel, kik a tagjai, elnökei, székhelyi, és stb. Igazából ebből állt. A jövőre nézve, mik a terveid, így a közgazdaság irányába szeretnél-e tovább tanulni? Most ugye 5 éves képzésben vettem részt, nyelvi képzésben, de a jövőre nézve a szegedi gazdasági karra szeretnék tovább tanulni, ott is a pénzügyi, ügyintézői szakra, onnantól meg az idő majd eldönti. 5-en jutottak tovább a versenyben, te ugye 6-ként, hogyha bármi történne, akkor te is ugye mehetnél tovább, erről beszéljünk egy kicsit. Igazából a nemzetközi forduló, az ilyen V4-ek típusú gazdasági verseny, a Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország, ezek 4-en alkotják a versenyzők tagjait. Igazából ott ugye minden ország 5 főt ad, és ott is 2 forduló van. Ott első volt is van egy írásbeli és egy szóbeli. Csak ott az egész verseny angolul van megrendezve, az egy nehezítő tényező. És ott vagyok én póttag, hogyha az első 5 versenyzőkkel valami történne, esetleg akkor én beugrok helyette. Mennyivel volt másabb online formában magára erre a versenyre is felkészülni, vagy érettségizőként az érettségire? Hát online formában kicsit megnehezíti azt a felkészülést, hogy ott a tanár nem tudja ott elmagyarázni rendesen, táblánál, megmutatja, hogy mik a hibák, nem is tud visszajelzést kapni, hogy ki mit nem ért. Azért kicsit nehezebben haladtunk, lassabban, inkább úgy lehetne elmondani a legjobban. De a szakmai tantárgyból szerintem jó haladtunk, a többi tantárgyban ott az nehezebben. U21-es standard, latin és kürmagyar bajnokságot rendezett a Proetán stúdió. Török György Melindát kérdeztük a versenyről. Május 15-én rendezte meg a Proetán stúdió az U21-es standard, latin és kürmagyar bajnokságot. Erről kérdezem a táncstúdió elnökét, Török György Melindát. Köszöntelek, mit tudhatunk erről a versenyről, mennyien szerepeltek rajta és milyen eredményeket ért el a táncstúdió? Hát ugye itt a Covid időszak után úgy alakult, hogy a verseny nyitott kapus lett végül, tehát megrendezhettük úgy, hogy közönséget is várhattunk, és a párosok nevezési száma az olyan 260 körül volt, tehát hogy ebből a szempontból is nagyon sikeres volt, és közönség is azért elég szép számmal alakult. Nagyon örülünk, mert ugye minden jól sikerült, tehát hogy az időt is tudtuk követni, annak ellenére, hogy ilyen nagyon-nagyon sok nevezés volt, tehát reggel 10-től este 11-ig folyamatosan ment a verseny. A párosaink nagyon jól szerepeltek, mert ugye az U21 magyar bajnokságon ugye a Barni és a Liza, ők másodikok lettek, és még ifisek, tehát hogy nekik még 2 évük van az ifjúsági kategóriába. Úgyhogy nagyon szép jövő előttük. A Kür magyar bajnokságon, ugye latinból, ott is szintén a mi párosunk nyert, a Pistus és a Daniella első helyezést érték el. A profi latin kürverseny is a mi párosunk lett első, ugye a Nagy Mihály Balázs és a Szalai Ági. Úgyhogy ez volt ugye a magyar bajnokság. Emellett ugye rendeztünk klubközi versenyeket, klubközi kategóriákat is. Ott is nagyon szép eredményeink voltak. A standard első hely, B latin első hely, akkor a kis junior párosunk első hely, meg junior 1-ben, junior 2-ben, ugye A latinban is második hely, negyedik hely. Tehát hogy nagyon szépen szerepelt mindenki. Nagyon örülünk neki, és mindenki nagyon boldog, főleg azért, hogy végre táncolhattak versenyen, és közönség is volt, tehát hogy nagyon-nagyon jó volt a hangulat is. Mik voltak a tapasztalatok a versenyről?
Nagyon sok visszajelzést kaptunk, tehát sokan oda jöttek hozzám ugye a verseny végén is, hogy mennyire jó volt a szervezés, meg nagyon magas volt a minőség. Kaptunk e-maileket is, ugyanúgy a pontozók, számlálók, tehát hogy mindenki nagyon elégedett volt, és nagyon sok gratulációt kaptunk, hogy milyen színvonalas versenyt rendeztünk meg. Mik a jövőbeli tervek, mint az Egyesület versenyek tekintetében, mint például a táborok lesznek-e a nyár folyamán? Igazából volt hogy a tavaszi táborunkat, hogy nem tudtuk megtartani, mert akkor pont lezárások voltak, de lesz a nyári táborunk, ami július 7-8-9-10, ugye ez egy nagy nemzetközi tábor, ez az évben ez a legnagyobb táborunk, és ugye ide jönnek nagyon sok külföldről is jönnek. Ugye ez lesz a következő projekt, szeptemberben pedig a Kistelek Open, ugye, amit mindig minden évben rendezünk, tavaly ugye nem volt, és az két napos lesz, szeptember 18-19, az is ugye az a nemzetközi verseny, tehát hogy oda is várunk sok párost majd.